bírságot szabott ki a megyeközpont előjárójára, mivel falat építetett a város egyik forgalmas útja és a mellette álló roma lakótelep közé. A tanács szerint a fal felépítése a roma családok nem titkolt diszkriminálása, ezért szabtak ki büntetést. A polgármester viszont bíróságon támadta meg a határozatot, a bírák pedig neki adtak igazat. A diszkrimináció ellenes tanács fellebbezett a döntés ellen. Ezek a felvételek tavaly nyáron készültek. Akkor kezdték építeni a falat a roma telep köré. Az önkormányzat a lépést azzal indokolta, hogy a lakótelep egy rendkívül forgalmas út mellett helyezkedik el, vagyis az ott élők biztonsága miatt építették. Akkor több lakótelepen élő ember is jónak tartotta a fal felépítését. Az országos diszkrimináció ellenes tanács azonban nem értett egyet az építkezéssel. Meg is büntették a polgármestert 400 ezer forintnak megfelelő pénzbírságra. Úgy gondolom, hogy ez egy abszolút igazságtalan döntés. Kezdettől fogva elfogultnak tartottam a diszkrimináció ellenes tanács magatartását. Úgy tudom, különböző politikai érdekek is voltak a döntés mögött, mondta a polgármester. A városvezető a kolozsvári táblabíróságon meg is támadta a diszkrimináció ellenes tanács döntését, és első fokon megnyerte a pert. A diszkrimináció ellenes tanács azonban továbbra is úgy véli, hogy a roma családok netkolt diszkriminálásáról van szó.